Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. 19 ponttal verték a Salgótarjánt hazai pályán a Kék Cápák. 17 nemzet képviselői játszanak a Határok nélkül teniszakadémián. Sorozatban 5. bajnoki mérkőzését nyerte meg a kisvárdai futballcsapat. Miskolcon aratott győzelmek után utaznak Gödöllőre az Akvese pólósai. Megszerezte 4. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 6. fordulójában a Salgótarjánt verték 94-75-re. A szerdán Debrecenben hosszabbítás után megnyert Hepkupa mérkőzést követően vasárnap fogadták a szintén 3-2-es mérleggel álló Salgótarjánt a Kék Cápák. Az első negyedet 9 ponttal nyerte a házigazda, majd a második 10 percben újabb 9 ponttal nőtt a két csapat közötti különbség. Fordulás után sem lassítottak a hazaiak, a vendégek csak a negyed végére tudtak 20 pont alá kerülni. A záró játékrész már csak formalitás volt, Merin Mekmedovics együttese magabiztos játékkal gyűjtötte be 4. bajnoki győzelmét. Jászberényen nem rosszul játszottunk, Debrecen ugyanaz, 1 pont ide, 1 pont oda. Itt is voltak a hullámok, elmentünk 28 pontról, akkor próbáljunk cserélni, mindenkinek keresünk a helyek. Nem hiszem, hogy Salgótarján ez rossz csapat, Salgótarján ez jó csapat, neki van a magassági hiánya, mi ezt tudunk, nincs neki olyan center, aki tudja dominálni, és erre koncentráltunk. Hál' Istenen az, amit készültünk, produkáltunk elején, nagyon fegyelmesek voltunk, tudunk ez a meccs mennyi ez fontos, és ledolgoztunk időre. Salgótarján, ahogy játszott, ők is jöttek a maga biztosan, próbáltak okozni a meglepetést, mert tudták, aki itt nyer, ez nagyon fontos győzelem, nem sikerül neki. De felemásra gondolkodásom, mert vannak a periódusok, amikor jól játszunk, és van a periódus, amikor elengedünk magunkat, az nem szabad csinálni, mert ez rájátszásig sürgősen kell orvosan. És kell stabilon játszani. Most nem a Vince, hogy bedobsz, vagy nem dobsz be, vagy mit, de stabilon játszani, darálni. És ez kicsikét nálunk egy sántikál. Örülök neki, hogy a Tárik meccsről meccse komolyabb, tudja mi a feladat, többet nincs ez a szabad játék, most respektálja a játék, találja játékosok, akik vannak, bendi standard jó, szerintem jó vagy. Következik egy idegenbeli mérkőzés a TF ellen, ez neked azért mindig egy picit más, mint a többi. A TF-et ismered, a stílust ismered, ott milyen játékkal lehet nyerni? TF igazolt olyan sok játékos, aki keresték a helyek, nem rossz gárda. Más dolog ez, hogy neki kell idő, hogy összeszoknák egymáshoz. A harmadik és legfontosabb dolog az lesz, TF-en, jön a Merim, minden bele, nincs mit veszíteni alul, és akkor jön a Nyíregyháza, mert mi most 4 győzelem ott fönt vagyunk, most mindenki vadászik ránk, nem lesz egyszerű feladat, te szerintem egész bajnokság ilyen ez. Utána jön a Dávid Kori Akadémia, szerintem nagyon kell készülni erre a meccsre, hozni kell a meccseket, ezért mikor jönnek a rangadók, mert 30-ig vagyunk magcoz, akkor háttérből legyen elég győzelem, hogy tudunk ráérni, mi folyik rájátszásban. Az nagyon fontos, mert én mondtam a játékosnak, mikor jó helyen állsz, jó győzelem számát, akkor tudsz kontrollálni rájátszást. Tudsz úgy keresni a csapat, aki neked fekszik, és akkor így irányítani. De hogy van a hiánya, akkor kell bejutni, és szóval nehéz meccs lesz, de szerintem esélyesek vagyunk ott. Azonos mutatóval állt a meccselőt a két csapat, ehhez képest mondhatni az nagyon magabiztos nyíregyházi győzelem született. Talán nem járok mi ezt az igazságtal, azt mondom, hogy a saját csapatot egy picit többre számíthattál.
Igen, bosszantó, hogy sem támadásban, sem védekezésben nem tudtunk felnőni a Nyíregyházának a fizikalitásához. Ez már az első fél időben látszott, hiszen puhák voltunk a palánk alatt befejezéseknél, nagyon könnyű dobóhelyzeteket engedtünk nekik, és olyan játékosoknak is, akiknek nem szerettünk volna. Ebből fakadóan az első fél időben már egy 18 pontos hátrányt összeszedtünk, és a második fél időben nagyjából hasonló forgatókönyv játszódott le. Voltak jobb periódusaink, de olyankor a Nyíregyháza mindig megrázta magát, és végül egy magabiztos győzelmet aratott, megérdemeltem. Tavaly itt nyerni tudott a Salgótarján, mondhatni egy szinte teljesen más Nyíregyháza ellen. Ez a mostani fiatal csapat mennyiben más, hogyan készültek ellenük? Tudtuk azt, hogy nagyon fizikális meccs lesz, hiszen Merimnek a csapataira ez mindig jellemző. Készültünk erre, hogy azért más szintű kosárlabda kell, mint múlt héten a TF ellen. Sajnos nem tudtunk felpörögni arra a hőfokra, ami ahhoz kellett volna, hogy egy jó és élvezhető meccset játszunk itt Nyíregyházán. 6 mérkőzés után 3-3-mal álltok. Szerintem ez nem olyan rossz. Mi a cél ebben a bajnokságban a Tarján számára? Nem tervezünk igazán hosszú távra, próbálunk meccsről meccsre készülni, és a végén majd úgy is kijön a munkának az eredménye, és meglátjuk, hogy az mire lesz elég, de nem nézünk egyelőre ennyire hosszú távra. Most egyelőre a szerdai Jászberényi kupameccs lesz fókuszban, utána pedig egy nagyon fontos hazai bajnoki a Miskolc ellen. Hétközben a HEP kupában egy hosszabbításos győzelem Debrecenben, aztán jött egy Salgótarján, amelyik egész jó mutatókkal érkezett, ehhez képest gyakorlatilag végig domináltátok a meccset, könnyebb volt a vártnál? Nehezebb meccsre számítottunk, mivel azért a szerdai meccs azért kivett mindenkiből, mert voltak többen is, akik 45 percet játszottak szerdán tőlünk. Úgyhogy, de jól sikerült, ott tudtunk regenerálni, csütörtökön volt egy szabad napunk, azt mindenki kihasználta úgy, ahogy kellett. És utána péntektől újra a munkába kezdtünk, és szerintem viszonylag frissen tudtunk bemutatkozni, mivel már rögtön az elején egy komolyabb erőnyt tudtunk szerezni, és ezt utána elég magabiztosan tudtuk tartani. Az első negyedet követően folyamatosan nőtt az előny, talán a harmadik negyedben volt, hogy 29-30-ról visszajöttek 17-re, de kívülről úgy tűnt, hogy egy pillanatig nem forog veszélyben a győzelem, te hogy érezted bentről? Igen, szerintem nagyon jó energiákkal játszottunk, és egy igazi csapatjátékot játszottunk, mert látszik, hogy azt hiszem 5 játékosunk is 2 számjegyű ponttal végzett a meccsen, úgyhogy nagyon-nagyon jól összejátszottunk, és szerintem mindent megcsináltunk azt, amit Merim kért. Igen, ott a harmadik negyedben, ott amikor elmentünk 30 ponttal, akkor ott utána volt egy kis kiengedésünk, de nyilván ez benne van, de 17 pontnál közelebb azért azt hiszem nem engedtük őket, és utána be tudtuk fejezni normálisan, úgyhogy szerintem ez nem volt gond. Bajnokságról beszélgettünk, hogy a fiatal a csapat, sok az új játékos, meccsről meccsre lehet fejlődni, és úgy tűnik, hogy szinte meccsről meccsre látszik, hogy egy olajozottabban működik a játék, így érzed? Így van, abszolút. Nyilván idő volt, amíg Merimnek a filozófiáját az összes új játékos elsajátítja, de főleg az amerikai légiósunkat, neki meg kellett tanítani ezt az európai kosárat, mivel ő még első éves itt, és ő is most már nagyon jól játszik rajta, hogy érti azt, amit csinálunk, és nagyon hasznos tagja a csapatunknak mind elől, mind hátul, védekezésben is nagyon teszi magát. Úgyhogy szerintem ez, hogy most már folyamatosan nyerjük a meccseket, ez azt mutatja, hogy nagyon jó úton haladunk. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Újbuda Mavc 75-78, Vasas Akadémia Fót 64-58, Mavc Jászberény 86-96, Deac U23 Óbudai Kaszások 83-78 és TF Budapest Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 75-72. A tabella élén a Kaposvár áll 5 győzelemmel. A 4-2-es mutatóval 4. Nyíregyháza szombaton a 10. TF Budapest otthonában lép pályára. Fajta Péter nyerte a Szabolcs-Veres Marton rendezett 15 000 dollár összdíjazású ITF tenisztornát. A Határok Nélkül Teniszakadémián kedden újabb ITF verseny kezdődött 7 magyar versenyzővel a főtáblán. Kettős tapasztalatok vannak. Egyrészt ugye nagyon örülünk, hogy a Fajta Péter megnyerte az előző heti versenyt. Kiváló játékkal, mondhatnám azt, hogy őtől az őszintétől ez elvárható, de attól függetlenül 3 nagyon nehéz meccsen volt túl a negyeddöntőben, az elődöntőben és a döntőben nagyon nehéz ellenfelek voltak. Kiváló tenisszel tudta abszolválni ezt a győzelmet, úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk neki. A másik pedig, ami miatt itt vagyok, több fiatal játékos, akik a selejtezőben, illetve a főtáblán is szabad
csapatjával, illetve van, aki saját jogon tud játszani. Ez a garnitúra a Davis Kupa csapat mögötti második vonal, akiknek most megpróbálunk segíteni, és szeretnénk, hogyha ők is be tudnának kapcsolódni a nemzetközi tenisz vérkeringésébe, úgyhogy ezek az első állomások, ahol most vagyunk. Mi szükséges ahhoz, hiszen rengetegen teniszeznek, hogy már itt valaki ezen a szinten le tudja tenni a névjegyét és elinduljon egy komolyabb karrier felé? Mindenképpen nagyon fontos az, hogy most fiatal játékosokról beszélünk, ugye a második verzió, amit említettem az előbb. A junior teniszből, a felnőtt teniszből való átmenet az borzasztóan nehéz. Mindenképpen tehetséges játékosokról beszélünk, akiknek szüksége van arra, hogy ezeken a versenyeken tapasztalatot szerezzenek, ebben a tempóban tudjanak játszani. Legyen előttük egy minta, hogy a következő időszakban az edzéseken milyen színvonal, milyen elvárás, milyen szint az, amit az edzéseken is hozniuk kell, és aztán idővel beleszokjanak a felnőtt teniszbe, ami ugye nagyon más, mint a junior tenisz. A magyar férfi tenisz nézzük, mennyire biztató a jövőkép? Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy nem állunk rosszul, ugye a Kucsovics és a Marozsán mindenképpen ott van előre a ranglistán, remélem, hogy minél tovább ott is maradnak. Utána a Piros Zsombort mindenképpen meg kell említeni, aki már nagyon jó helyen volt. Én úgy érzem, egy kisebb hullámvölgybe került, de most szerintem fogjuk tudni segíteni az ügyben, hogy ismét oda kerüljön a legjobb 100 közé, vagy legalábbis annak nagyon közelébe. Valkuszt Mátét sajnálom, hogyha sok sérülés tarkítja az ő pályafutását, de remélem, hogy ő is maga mögött hagyja ezt az időszakot, és akkor utána ő is majd oda fog tudni kerülni a legjobbak közé. Valamint utána vannak még jó játékosaink, Madarász Gergő, Füle Mátyás személyében, akik már ugye nem 18 évesek, de még mindig nemzetközi szinten folyamatosan versenyeznek, és kimondottan jó teniszezők, valamint az előbb említett fiatal játékosok, akikben bízunk közép és hosszú távon is, hogy oda fognak tudni kerülni. Milyen mennyiségű, minőségű mezőny érkezett az első, illetve a második versenyre? 17 országból érkeztek, ez többnyire szerintem csak Európa, és 14 induló volt a magyarországi színekről. Azt hiszem, hogy 6 vagy 8 a főtáblán kapott helyet, alanyjogon vagy pedig a szabadkártyával, és másik 6 játékos pedig a selejtezőre kapott szabadkártyát. Kemény pályás versenyről van szó, ez a létesítmény mennyire megfelelő, hát gondolom abszolút, hiszen itt játszottok ilyen versenyek megrendezésére. Ez a létesítmény tökéletesen megfelel egy ilyen versenynek, akár nagyobb kaliberű versenynek is megfelel. Nagyon jók a körülmények, itt van helyben minden konditerem, hotel, étterem, catering, edzőpályák, kemény pályák, úgyhogy minden adott a jó játékra és a fejlődésre. Az a helyzet, hogy ez nagyon nehéz az egyébként ez az egész teniszsportág, úgyhogy ez a legalja nyilván az egész tenisznek, a nemzetközi tenisznek, és itt meg kell nyerni a versenyt ahhoz, hogy valaki kicsit pozitívba is jön ki az egészből, mármint anyagilag. Mi a tapasztalat, mennyire éhesek ennek tükrében a játékosok? Mindenki elszánt, mindenki nagyon küzd, mindenki nagyon akar, de mindenki tud teniszezni. Nincs, ha jól tudom, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei játékos most a mezőnyben egyik tornán sem. Hogy állunk hazai szinten a tenisz tekintve? Én úgy tudom, hogy a Pál Noel elindult szabadkártyával. Ő ugye a nyíregyházi színekben versenyzett, most elkerült ugye Budapestre, vagy talán Debrecenben van egyetemen. Ő, akit tudunk említeni, hogy nyíregyházi színeket talán képviselte. Ő sajnos elvégzi mind a két tornán az első kanyarban, a selejtezőben. Úgyhogy bízunk benne, hogy valami utánpótlás érkezik majd a Szabolcs megyei színekről is. Azon vagyunk, hogy dolgozzunk ezen az egészen, de ez egy hosszú folyamat, egy iskola teniszprogrammal elindítva, aztán azok tanfolyamra beiratkoznak a teniszpályán, utána pedig jön a következő lépcső, és így tovább. Milyen célokat, tervekkel érkeztél erre a két tornára? Mindenképpen szerettem volna ATP ponttal hazamenni egyéniben. Igazából hát nyilván most az előző versenyem nem sikerültek annyira jól, tehát igazából tényleg az, hogy itt tudjak a főtáblán köröket menni, minél tovább eljussak, az lenne a cél. Ugye az előző versenyem sajnos nem sikerült, a kvali döntőben kikaptam mesterbrékban. Hát megvolt a sanszot is a győzelemhez, szett és brékelőnyöm volt. Viszont a mostani versenyen igazából ugyanúgy szerintem jó esélyekkel tudok indulni, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Ugye ez a 15 ezer dolláros verseny a profi tenisznek a kezdete, mennyire nehéz ez az életforma, sokat utaztok, ismeretlen ellenfelek, távol vagytok otthonról,
ismeretlen pályák, mennyire nehéz az odaráló? Én ezt most kezdtem el megtapasztalni, és hát nehéz mindenképpen, ugye ez az első felnőtt évem, eddig ugye junior versenyeket játszottam, hát néven valami nagy ugrás, és tényleg azért nagyjából egy hónapban 2-3 versenyen indulunk, külön helyeken, távoli helyeken, szokni kell ugye még ezt, a más környezet folyamatosan, de bele lehet szokni, hogyha már tényleg az ember csinál egy ideje, nekem még ugye furcsa ez, mert most kezdtem el, de én egyébként személy szerint élvezem, tehát szeretem ennek a, van egy varázsa ennek tényleg utazni minden héten, máshova versenyeket játszani, nem véletlenül szeretnék ebből megélni, úgyhogy nehéz, de aki ezt választotta, az pontosan tudja, hogy ez így működik. Azt látjuk, hogy a legnagyobbak milyen stábban, milyen segítséggel utaznak, itt az elején ilyenkor te kire számíthatsz? Szerencsére nekem van szponzorom, tehát igazából most nagyjából mindent megkapok, amire szükségem van ezen a szinten. Hát nyilván edző, kondicionális edző, most fogok járni ugye ilyen mentális trénerhez, sportpszichológushoz, ami nagyon sok segítséget nyújt. Ilyenkor, hogyha nem is tud eljönni mondjuk a kondi edzőm, a fitness edzőm, online ugyanúgy meg tudjuk csinálni nyújtásokat, bemelegítéseket, meccs előtt edzőmmel megbeszélni a taktikai dolgokat. Igazából, tehát én most nem tudok panaszkodni semmire, minden megvan, amire szükségem van. Úgyhogy igen, csinálni kell, aztán majd jönni fog az eredmény is. Sorozatban 5. bajnoki mérkőzését nyerte meg az NB2 12. fordulójában a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttes a Békés Csabát fogadta, és a vendégek 1-0-ás vereséggel távoztak a Várkerti stadionból. Számítottunk arra, hogy egy ilyen nehéz mérkőzés lesz, az ellenfélnek a stílusát is felvéve, illetve a jelenlegi pozícióját figyelembe véve. De a legfontosabb, hogy mi tudtuk, hogy jelenleg milyen állapotban vagyunk. Az a frissesség, ami az elmúlt mérkőzéseken jellemezte a csapatot, az most, valljuk be őszintén, nem volt közel sem olyan, de tudtuk, hogy miért nem. Nagyon sok betegünk volt, most kezdenek visszajönni, illetve ez a hosszú túra, a Szentőrinc és a Balaton-Almádi mérkőzés alaposan felborította a felkészülési menetrendünket. Nagyon fáradtak voltunk a rengeteg utazás miatt, és egy célunk volt, hogy bármilyen módon, bármilyen eszközzel ezt a 3 pontot gyűjtsük be, és ez ilyenkor még inkább erőssé teszi a csapatot, mert nem lehet mindig sziporkázni, még hogyha sokan el is várják, de ennek az NB2-nek vannak sajátos stílusjegyei, és ezt figyelembe kell venni. A legfontosabb, hogy 5. mérkőzésen már sikerült a 3 pontot begyűjtenünk, és ez a mai mérkőzés mutatta, hogy most már kezdünk olyan csapat lenni, mint ami régen jellemezte a Kisvárdát, és korábban sem mindig a lendületes játéka, hanem nagyon sok esetben a szívvel és az akarattal sikerült itthon tartani a pontokat. Ez úgy gondolom, hogy hatványozottabban igaz most, mert volt olyan játékos, aki pályára lépett, és nem sikerült neki, próbáltam én is különböző eszközökkel piszkálni, életbe tartani, mert a fáradtság a szerdai 90 perc az látszott rajta. Nem úgy sikerülnek ilyenkor a pasztok, a cselek, a finom megoldások, de ki kell billenteni őket a komfortzónájukból, és ez azért több játékost érintett, viszont akik beálltak és pótolták, akik az elmúlt időszakban adott esetben kritikát is kaptak, azt láttam, hogy megértették, és nagyon-nagyon oda tették magukat, úgyhogy még inkább erősödik a keretünk velük, mert visszatértek és átveszik azt az irányt, amelyet a többiek már képviseltek a korábbiakban, úgyhogy én gratulálok még egyszer a csapatnak. Sok pontrugásunk van, ugye törekszünk a centerezésre, rengeteg 16-on belülre bejátszott labdánk van, azért a helyzetek száma nagyon-nagyon megváltozott, az izgénk is megduplázódott a várató gólok mutatója, és ezek nem véletlenek. Ha figyelembe veszem, hogy hány szögletből találunk be, akkor nem vagyunk előrébb, csak sokkal több szögletet és oldalszabadulásokunk, azzal, hogy sokkal proaktívabbak vagyunk, és direktebb játékunk van, mint a korábbiakban. Ugyanakkor megváltoztatunk néhány elemet természetesen, és hát figyeljük, a kollégáim azért elemzik az ellenfelet, a helyezkedésüket, és hát 10 szögletből 4-nek azért illik oda menni, ahova eltervezzük, és abból most is volt 3 olyan nagy helyzetünk az első fél időben is,
illetve hogyha a kapus nem véd ilyen szenzációs formában, akkor azért nagyobb gólkülönbségű győzelmet is arathattunk volna. Mind a két kapus egyébként remekül teljesített, de ez kell egy ilyen hangulatos mérkőzéshez, amelyen a Békés Csaba a helyezésétől szerintem lényegesen jobb teljesítményt mutatott, és egy nagyon szervezett csapatjátéka rukkolt elő. A kombinatív játékuk azért nem volt tökéletes, de a veszély bennük volt az ellentámadások révén. Nyilván nekik is azok ellen a csapatok ellen lesz nehezebb, aki hasonló védekező felfogással lép majd ellenük pályára, de nekünk ez azért, még egyszer mondom, dicséretes és értékelhető ez a három pont, mert különböző stílusú csapatok ellen játszunk hétről hétre. És az agyakat átállítani hétközben, ráadásul, amikor nincs is megfelelő időnk, adott esetben a kupamecs miatt, hogy felkészüljünk az ellenfélre, akkor ez sokkal nehezebb, mert szóban nem elég, mert a játékosoknak be van állva a szervezetük egy játékra, automatizáció van, ugye nagyon sok esetben, és most is szünetben játékrendszert kellett váltanunk, egy picit alkalmazkodtunk a hazaiakhoz, de nagyobb nyomást helyeztünk rájuk, és a fizikai állapotunk az már lehetővé teszi, hogy a sok pressingből, a állandó nyomásból előbb-utóbb pivára kényszerítsük az ellenfelet, úgyhogy ez történt most is. A játékunkon mindenképpen lehet változtatni, és szeretnénk is többek lenni, de a szezon elején volt olyan időszak, például a Budafokon, amikor jobban játszottunk a Vasasnál is az első fél időben, de ez az osztály, még egyszer mondom, nem ezt igényli. Ha nem alkalmazkodunk a piachoz, hibát követünk el, és hiába gondolják, még egyszer ezt is hasonlóan, mint az első gondolatomban ismétlem, a piachoz való alkalmazkodás, itt jelen esetben az ellenfélhez való alkalmazkodás létszükséglet a győzelem szempontjából. Lesznek olyan mérkőzések, sokszor említettem, akik játszani akarnak, azok ellen teljesen más futballra vagyunk képesek, mert bennünk van a képesség. Ez akkor fog megváltozni, hogyha feljutunk és más típusú csapatok ellen fogunk játszani. Ebben az osztályban kevésbé várható ez. Az a produktum, amit az utóbbi időben mutatunk, az már erre mondhatom, hogy feljogosít. Kell még néhány játékos természetesen, de azért vannak olyan posztok, amelyek kötelezően oda vannak adva játékosoknak különböző szabályok miatt. Oda nem tudunk változtatni. A középpályánkon most például ilyen játékosok vannak, a különböző elvárások miatt, amelyet az MLS és az első támaszt felénk ezeknek meg kell felelni, ennek meg is fogunk felelni természetesen, és ezért egy picit így megnehezíti az igazolásokat, illetve az erősítési lehetőségeinket. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a csapat erőállapota, amit az adatok mutatnak, az oly mértékű változáson ment keresztül, hogy még rá tudunk majd tenni. A válogatott szünetben már nem erre, hanem inkább a játékra, mert ezzel a fizikai állapottal nagyon-nagyon sokat ki lehet hozni a csapatból, és ahogy említettem, azok a játékosok, akik korábban nem azt nyújtották, amit a képességük enged, azok is most már más személyiséggel és motivációval játszanak. Ez a többieket is felfelé fogra hajtani, meg lesz a nagyobb konkurencia harc a csapatba kerülésért, mert csak egy dolog alapján lehet nálunk bekerülni. Az igazságosság ebben, aki a legjobban teljesít a hétközben, az fog pályára lépni a hétvégén, nincsen bérelteje senkinek sem. Ezt nagyon jól tudják, és élvezik is a játékosok. Én azt gondolom, hogy a keret bőséget tudná még inkább megváltoztatni a csapatunk játékát, ha olyan típusú labdarúgók jönnének, akik kreatívabbak, de az NB2-be ezzel a kerettel is véleményem szerint meg tudjuk oldani a feljutást. Az első körben elszenvedett két vereség után a második fordulóban mindkét mérkőzését megnyerte az Aqua Ese OB2-es vízilabda csapata, Hatvani Péter együttese szombaton Gödöllőn Szálmedencébe. Azért titkon reméltük, hogy ez egy sima győzelem lesz, azonban végül kiderült, hogy még a simámnál is simább lett a mérkőzés, és úgy gondolom, hogy az esélyesebb Aquatix csapatát meg tudtuk úgy verni csapategységgel, illetve játékkal, hogy az igenis egy olyan berugás legyen az ajtón a bajnokságba, hogy igenis komolyan vegyenek minket most már. A másik miskolci csapat ellen viszont a abszolút papírforma született, és ott egy igen nagy arányú győzelmet vártunk, ami teljesült is, és a srácok mindent beleadva megnyerték a mérkőzésüket.
rengeteg gólt lőttetek a két meccsen, minek köszönhető ez a nagyszerű támadójátéknak, vagy az ellenfél gyengé védekezésének? Csapatként küzdöttünk mind a kettő mérkőzésen, a támadásban is nagyon összeszedettek voltunk, illetve a védekezésben is visszasegítettünk a kapusoknak. Mindkettő kapusunk nagyszerűen védett, az első mérkőzésen Haraszti Vendel, a másodikon Pettendi Dávid, és ennek volt köszönhető ez a nagyobb arányú győzelem, valamint a támadó játékosok. Az egyik mérkőzésen Horváth Levente lőtt 7 gólt, a második mérkőzésen Szarics Gergely lőtt 7 gólt, így mindannyian egyszerűen csak csapatként álltunk bele a mérkőzésekbe, és így nyertünk. Mi változott leginkább a nyíregyházi tornához képest, ahol ugye két vereséggel kezdtetek? Összeszokottságban már jobban állunk, így már mindannyian tudjuk nagyjából, hogy ki hol helyezkedik, illetve hogyan tudja befejezni a helyzeteket, illetve a taktikát is úgy tudtuk kialakítani, hogy lefordulásokra álljunk oda, és ennek köszönhetően sikerültek a helyzeteinket belőni. Készültetek egy hónapot a bajnokság előtt, de hát gondolom azóta is folyamatosan edzettek. Kezd kijönni az a munka, hiszen ez egy olyan sportág, ahol azért látszik, hogy ki mennyit van edzésen a vízben és a parton. Igen, a munka az folytatódik, illetve folyamatosan megy, és a taktikánkat is úgy egészítjük ki, hogy már láttuk az ellenfeleket, hogy ki milyen erőt képvisel, és ehhez próbáljuk alakítani minden egyes mérkőzésre a taktikánkat. Így a lefordulásainkra, az emberelőnyös szituációnkra és a védekezésre is tudunk fókuszálni, és a srácok nagyszerűen beleállnak ebbe a munkába, és nagyon lelkesek. Gondolom nem volt rossz hangulatú az út hazafelé, mennyit dobhat ez a két győzelem és ez a két nagy különbségű győzelem a csapat önbizalmán? Nagyon örültünk mind a kettő mérkőzésnek, és ez egy hatalmas nagy löket volt számunkra, és most már úgy állunk neki a többi mérkőzésnek is, hogy bármelyik csapat ellen van esélyünk, így a gödöllői csapat ellen, és aki abszolút esélyes a bajnokságra is, illetve az Invictus csapata ellen is lesz nagy esélyünk, hiszen ők is egy erős játékerőt képviselnek, és mindenféleképpen szeretnénk egy szoros, kemény, jó mérkőzést játszani velük. Amatőr bajnokságról van szó, a játékos keretek gondolom nem véglegesek, lehet még változás előfordulhat, esetleg valaki még csatlakozik a kerethez? Mindenki érdeklődik a csapat iránt, esetleg Debrecenből is, akik régebben nyíregyházi nevelésű játékosok voltak. Azonban csak januárban lehet erről beszélni, az átigazolási időszak januárban fog kezdeni, és egy hónapig fog tartani. Majd meglátjuk, hogy és mint alakulnak a dolgok. Egyelőre a csapat nagyon együtt van, nagyon jó játékosaink vannak, és ezzel szeretnénk folytatni első körben. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.